Pinocchio. Az öreg Geppetto bábukat készített. Ez volt a mestersége. No, ez valóban jól sikerült. Pinocchionak fogom hívni. De szép is lenne, ha igazi gyerek lenne. Az én fiam. Egy jóságos tündér tért be az öreg bábkészítő mesterhez. Meghallotta, mi a vágya. Pinocchio valóban szép bábú volt. A tündér a varázspálcájával életre keltette hát. Geppetto boldog volt. Pinocchio ugyanúgy kacagott, járt, ugrándozott és csacsogott, mint minden más gyermek. Geppetto az iskolába is beiratta, hogy a fia mindent megtanuljon, amit tudnia kell. Pinocchiót a kis barátja, a jólelkű tücsök kísérte el az iskolába. Csak hogy Pinocchio rossz társaságba keveredett. Két gonosz fiú lett a barátja, s attól fogva kerülte az iskolát. Barátaival kószáltak, rosszalkodtak. Ott hagyta Geppettót, hogy kedvére csavaroghasson, s mivel abba hagyta a tanulást, szamárfüle és farka nőtt. A tücsök egy napon azt olvasta az újságban, hogy az öreg Geppetto hajóra szállt, hogy megkeresse a szökevény Pinocchiót, de nagy vihar tört ki, s a hajó elsüllyedt, Geppettót pedig elnyelte egy cethal. Pinocchio nyomban nekivágott a tengernek, csak hogy a cethal nagyra tátotta a száját, és Pinocchiót is elnyelte. A cethal gyomrában aztán Geppetto és Pinocchio végre találkoztak. Pinocchio éles eszű gyerkőc volt. Az az ötlete támadt, hogy megcsiklandozza a cethal hasát. A szörnyetek nagyot tüsszentett. Geppetto meg Pinocchio így kiszabadult a fogságból. Éppen és egészségesen hazatértek. Pinocchionak megjött az esze, s minden nap szépen elment az iskolába. A jóságos tündér meg jutalmul igazi hús-vér gyerekké változtatta. Ezzel teljesült Geppetto apó szíve vágya.